Szeretni kell egymást, és a színházat is csak szerelemmel, empátiával és alázattal lehet csinálni. Mai vendégem úgy érzi, a jelenben kell élni, de mi most mégis visszatekintünk egy kicsit a múltba is. Nézzük meg késő. Mindig jártam színházba, és amikor nagyon jó előadást láttam, akkor belázasodtam. Váta Lorándra mindig is nagy hatással volt a színház. A Jászai Mari díjas színművész már fiatal korában közel érezte magát ehhez a világhoz. Tanulmányait szülővárosában kezdte, a Sepsiszentgyörgyi Zeneművészeti Középiskolában. Saját elmondása szerint diákkorában visszafogott gyerek volt, egyáltalán nem egy közösségi ember, mégis elhatározása, hogy egyszer színész válik belőle, a Marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Egyetemre vezérelte. 1995 és 2009 között a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház tagja volt, ahol sok színes karaktert formált meg. Többek közt Préda Mátét a Csodában, Vlagyimirt a Godotra várva című előadásban. 2009-ben a Kolozsvári Állami Magyar Színházhoz szerződött. Egyik legjelentősebb szerepe Lopahin a Cseresznyiskert című előadásban, amelyért 2022-ben a legjobb férfi főszereplő díja jutalmazta az Uniter. Aktuális szerepei közé tartozik Aigisztosz az Elektrában, de játszott ifjú Vidnyánszki Attila Ifjú Barbárok című előadásában is, valamint Krogstadtként lépett színpadra Henrik Ibsen Nórájában. Kiemelkedő színészi képességei mellett kiválóan táncol. Tánc tanulmányait a budapesti International Dance and Movement Centerben végezte. A step táncot a ritmus érzéke fejlesztése érdekében kezdte gyakorolni, de otthonosan mozog a funky jazz, a Broadway musical, az akrobatikus színház és a street jazz világában is. Nem csak a színpadon játszik, hanem a filmvászon is láthattuk már. Többek közt az Előre, a Hajnali Láz és a Tóth János című filmekben, nem mellesleg ő alakította Pataki Attilát a Király című sorozatban. Jelenleg a Bábesbújai Tudományegyetem Színház és Filmkarának szaklektora és osztályvezető tanára. A színészmesterség mellett pedig beszédtechnikát, steptáncot, színpadi mozgást és koreográfiát is oktat. Az Ars Poetikája úgy szól, hogy ha 80 évesen is imádni fogja, amit csinál, akkor megérte ezt a pályát választania. Szia, Lóri! Üdvözöllek, üdvözlöm a kedves nézőket. Annyira elérzékenyülök mindig ilyenkor, mert mindig egy interjú elején, mindig azon gondolom, vagy előtt mindig azon gondolkozom, hogy gyúj, mennyire messze kell visszamenni, vagy miről fogunk beszélni, ugye lehet tematikázni is, de általában végigkérdezik az embernek az életútját, és akkor most ugye, amint az imént meséltem neked, ahogy bejöttem a városba, elfogott a bizsergés, mert itt éltem 4 évig, és azután nagyon sokszor visszajártam Vásárhelyre, nagyon-nagyon szerettem Vásárhelyt. Valószínű, hogyha nem lett volna ez az őrült szentgyörgyi álom Barabás Olgával és Bocsárdi Lacival és az akkori figurásokkal, akkor valószínű, hogy én még most is vásárhelyi lennék. Szóval, hogy tele vagyok bizsergéssel, és nagyon hízelkedő ez a felkonf. Nagyon szépen köszönöm. De gyerekként is nagyon érzékeny voltál. Ezek szerint semmit nem változtál az utóbbi 50 évben? Én szerintem alapvetően az ember nem változik. Szóval, hogy másképp mondom, alapvetően bele vannak kódolva bizonyos dolgok, ami végigkíséri az életét. De azon lehet dolgozni, azt lehet finomítani, lehet csiszolni. Most nekem ez az én szuperérzékenységem, ez ugye, ha a színházra gondolunk, akkor ez igazából nagyon jól jön, mert hát egy színházi ember, egy színésznek mi a nagyon jó, hogyha érzékeny, hogyha megáldott az Isten. Bizonyos mértékig, és ez a fontos, és itt van a probléma, vagy itt van a munkálni való ezen a fajta érzékenységen, hát, hogy az embernek úgy kell dolgoznia, vagy úgy kell élnie, vagy úgy kell manőverezni az érzékenységével, hogy ne pusztuljon bele, ugye, hogy végigbírjon egy hosszú pályát, amit, hogyha a fizikumod és az idegrendszered és az egészséged bírja, akkor akár 80 akárhány éves korodig is csinálhatod, és akkor ezt a szuperérzékenységet, ezt valamilyen módon kordába kell tartani. Kordában kell tartani. Ezen nagyon sokat dolgoztam. Most is dolgozom, de azért most már úgy érzem, hogy
51 éves lévén, lassan 52, most már azért úgy ismerem magam, és tudom kezelni a magam érzékenységét. De valóban nagyon, nagyon érzékeny gyerek voltam, kicsi gyerekkoromban is, ahányszor szüleim mesélnek a bébikoromról, a kicsi gyerekkoromról, nagyon, mindig nagyon érzékeny voltam. Csak ezt árnyalatban mondom, mert ezen mindig röhögünk édesanyám, hogy azt mondja, hogy képzeld el, valami középcsoportos lehet, azt mondja, és mentünk óvodába, és amíg mentünk lefelé a lifttel, a felvonóval, negyedik emeleten laktunk, azt mondja, hogy te elkezdtél zokogni, és kérdeztem, Lórika, miért zokogsz? Hát ott trottyos rajtam a harisnyabugyi. Tudod, akkoriban ilyen köténykék voltak, és harisnyabugyik voltak a fiúknak is, lányok. És hogy trottyos rajtam a harisnyabúgy, és mondom, ne menjünk vissza, Lórika, nem baj, az, hát holnap húzunk már. Nem! És azt mondja, vissza kellett menni, és én magam felhúztam, magamra húztam egy olyan harisnyát, tudod, ami feszült rajtam. Hát ez nem egy érzékeny ember az ilyen. Nekem a birtokomban van pár gyerekkori fotó rólad. Nagyon édes gyermek voltál, hullámos haj, egy kicsi szemüveges kancsi. A szemüveg zavart? Nem, egyáltalán nem. Most sem egyébként. Tehát most kontaktlencsém van, ugye színház, meg mit tudom én, de hogy időnként szemüveget rakok, és ezt nagyon szeretem, ezeket a fotókat. Időnként szemüveget rakok, és olyankor tudod, hogy lazít a szem, nyugszik a szem picit. Nem volt bajom, csak a színpad világához azért nem jó, hogyha az ember folyamatosan szemüveget. De látod, az egy éves fotón, egy éves koromban szemüvegem volt már. Lóri, neked van egy testvéred, Lívia. Ti nagyon jó testvérek vagytok. És Lívia nekem mesélt pár dolgot a gyermekkorodról. Nem hiszem. Elkaptátok Líviát? Igen. Most megnézzük. Volt egy mackónk, egy sárga mackó, amit mikor szomorú voltam, mert ők az örömben tartottam. És akkor egyszer csak így lenéztem a macira, a fejét felemelte a macinak, rám emelte a maci fejét, és elkezdett hangot adni a macinak, és ezzel vigított fel, és akkor attól kezdve egy olyan 4-5 évig öröki a maci, macin keresztül beszélgettünk, és öröki, mikor látta, hogy nem vagyok jó hangulatban, akkor öröki így, hát lehet most szakszóval úgy lehet, hogy bábozott a macival, de hogy igazság szerint a maci az egy személy volt, tehát az ő személyét adta a macin keresztül nekem, és vigasztalt meg mindig. Hát így mondják, hogy az a gyerekek, amit játszanak, hogy azok lesznek felnőtt korukban, tehát tudatalatt a játékkal a felnőtti szakma vetítődik előre. Akkor ilyeneket játszunk, hogy babaház az asztal alatt, és a végén abban tolkolott, hogy mindenki a konyhaasztal tetején volt és szavalt. Volt Kerestély Meci barátnőnk, most a Váradiban magyar szakos, hát ők ketten az asztal tetején szavaltak. Anyuka fáradtan jött ki másnap munka, már azelőtt való nap munkában, és kérdezte, hát fiaim, ti itt mit csináltok? És mondtuk, hát szavalunk, meg énekelünk. Tehát mindig ilyen jellegű játékokat játszottunk. A másik, mikor egy picit nagyobbak voltunk, van egy nagynénénk, Kézdin, aki most 97 éves, mi mamának kereszteltük. Hát Lóri, mikor eljött a nyári vakáció, akkor elment Kézdire, szeptemberben valamikor, mikor kezdődött az iskola, haza tudtuk hozni. Hát ott színpadot építettünk, úgyhogy két oldalt, pokrócot, hátul pokrócot, meg felül, és akkor padok, meg a hokerlik be voltak téve a nézőtérbe, gyártottuk a jegyeket, és az utcából a szomszédok be voltak ültetve a nézőtérbe, a jegyek el voltak adva, és mindig előadásokat rendeztünk, tehát tanultunk be, és kacagtattuk a felnőtteket, tehát ilyenekkel töltöttük az időnket, persze azelőtt próbák, előzték meg a fellépéseket, úgyhogy nagy lázban égtünk, tervezgettük, vajon kik jönnek el, kik nem jönnek az utcából, ki mikor dolgozik, mikor nem, tehát ilyen gyerekkorunk volt. Utána, hát ami még érdekes volt, hogy ő sok hangszeren játszik. Persze ezek a hangszerek megtanulása, ez volt, mikor gondot is okozott, hegedülni kezdett másodikos korától, és voltak ezek a fránya etüdök, amelyek nagyon nehezen mentek, és nagyon nehezen vette elő a hegedűt, és akkor édesapa rászólt, hogy
hát Lórikám, elő kéne venni a hegedűt. És akkor eltelt egy óra, apuka megint elmondta, hogy Lórikám, elő kéne venni a hegedűt. És akkor valahogy egy, mikor már apuka elmondta, hogy na most akkor légy szíves, vedd elő a hegedűt, akkor már eltörött a mécses. Nem igazán szerettem, mikor szigorúban szóltak rá. És hát elkezdett hegedülni, úgyhogy közben folytak a könnyei. Hát mindig ilyen vastag keret, vastag lencs és szemüvegei voltak, és így meg volt gyűlve a könny ide a szemüvegében, és innen aztán csordogált lefelé, és úgy mentek az etüdők, de hát ugye mindennek a gyümölcse az beérik. Hát nagyon-nagyon jól hegedül most is, és több hangszeren is tud ugye. És akkor ezekből az ilyen kis házi koncertek alakultak ki, mivel hogy mi gyermekkorunk olyan volt, hogy mi mindenre rá kellett dolgoznunk. Az utolsó csokoládéra és cukorkára, amikor jött a nagynéni Budapestről, és hozta a rágógumit, így lobogtatta a levegőben, meg a negró cukorkát, és örökké énekelni kellett rá, vagy verset kellett mondani az édességekért. És hát erre aztán már egy idő után, mikor jött a nagynéni már, amikor nagyobbak voltunk, akkor készültünk koncertekkel, úgyhogy Lóri hegedült, én énekeltem, vagy gitározott, én pedig a csörgődobbal, ugye, meg kánont énekeltünk, meg na tehát nagyon így telt a gyerekkorunk, ilyen alkotó jellegű, mindig énekkel, vagy verssel. Mindig elmondtam, hogy többek vagyunk, mint egyszerű testvérek. Hát úgy alakult az ő élete is, hogy nincsen párja. Én pedig hát egy 16 éves házasság után döntöttem, hogy egyedül folytatom, és hát ő volt maximálisan mellettem. Úgyhogy hát ezúton is köszönöm öcsémnek, hogy ilyen támaszom volt. Nagyon jó viszonyban vagyunk, tehát, hogy mindenben, tehát úgy anyagiakban, mint lelkiekben állunk egymás mellett. Tehát nem csak, tehát mindig együtt vagyunk, tehát nem csak különböző alkalmakkor, hanem valahányszor hazajön, együtt van a család. És büszkék vagytok rá, gondolom. Nagyon. Nagyon büszkék vagyunk rá. Livi azt is mesélte, hogy te gyerekkorodban olyan voltál, mint a szivacs. Mindent magadba szívtál, és nagyon jó voltál matematikából. Matematika tanárnak készültél, vagy francia-magyar szakra. Azt senki nem feltételezte rólad, hogy te színész leszel. Mi történt, Lóri? Nem történt, alapvetően nem történt semmi. Tehát én mindig tudtam, hogy színész akarok lenni, csak ez a 80-as évek már ez rettenetes hangulatú volt, tudod? Tehát valószínű, uh-huh. vannak információid arról, hogy már összesen 3 hely volt, 2 fiú hely, 1 lány hely. Én nagyon realista, azon túlmenően, hogy az igaz, hogy szivacs vagyok, most is az vagyok egyébként, és erre büszke vagyok, és az akarok maradni. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember információéhes legyen, meg hogy tanulni akarjon folyamatosan, de hogy nagyon realista ember voltam mindig. Mindig tudtam a helyemet. Tehát egy szemüveges, kicsi, göndörhajú, nem szép kölyök voltam, aki járt hegedűórákra, és tudtam azt, hogy arra a két fiú helyre a legszebbeket, legtehetségesebbet és a legszebbet. Hiába lehet, hogy én is nagyon tehetséges vagyok, de hogy nem fognak engem felvenni. Nem vagyok én az a Ken baba, vagy hogy de mondják pont ezt. Pont ezért tudod? Ezt az információt magadba tartottad? Igen. Mert hogy a családod nem tudott róla, és ledöbbentek azon, hogy te színész akarsz lenni. A családom nem tudott róla, és én a lelkem mélyén tudtam. Fel is vettek. Egyből. Egyből. Viszont te első évfolyam után ott akartad hagyni a főiskolát. Miért? Hát erre azért nem emlékszem. Ezt hol olvastad? Én ezt tudom. Nem tudhatod. Édesapád nem hagyta. Hazajöttél az első évfolyam után, és azt mondtad, hogy te ezt befejezed, mert nem vagy elég tehetséges. Figyelj, Ildikó, ez szerintem ez egy hiszti volt a részemről. Szerintem nem gondoltam lényegesen komolyan. De az biztos, hogy nagyon nehezen indult. Uh-huh. Isten nyugtassa, Lohinszky tanár úr volt első éven a drámai gyakorlat tanárom, és elmondta fél évkor, fél éves vizsga után, azt mondta, majdnem szó szerint mondom, azt mondja, kedvesem,
Menjen festőnek, menjen költőnek, zenésznek vagy írónak, de ne csináljon színházat, mert meg a nem közösségi ember. És a színház az egy közösségi hivatás. Valószínű úgy működtem, tudod, rosszul működtem. Főleg az érzékenységed. Az érzékenységem, színészmesterség egy nagy csúnya 6-os, improvizáció egy nagy csúnya 7-es, tudod, ilyen jegyekkel kezdtem. És akkor, amiután Lunszky tanár úr azt mondta, hogy már pedig szedd össze magad, vagy menj a fenébe és csinálj valami mást, és a legnagyobb szeretettel mondta mindezt. Szigorúan, de a legnagyobb szeretettel. Akkor én egy hétig bőgtem, zokogtam Vásárhely utcáin, a Görbe utcától az Ebhát utcáig, és a, mit tudom én, a, hogy hívják, milyen Monostort akarok mondani, vagy már Kolozsán, Tudoron keresztül, a nem tudom hová. Valószínű, hogy otthon is elmondtad ezt az hát imént. Valószínű, hogy otthon is elmondtam. Én mindent megbeszélünk mindig, tehát Livia is mondta az imént, hogy azért mi olyan nagyon összetartó család vagyunk, és nagyon megbeszélünk mindig mindent, és valószínű, hogy elmondtam ezt a problémát, tudod? És akkor azt mondtam, hogy Lórikám, itt el kell dönteni, színész akarsz lenni, vagy nem. Ha színész akarsz lenni, akkor kezeld magad. És akkor elkezdődött az a nehéz, de hosszú út, amiről az elején beszéltünk, hogy az ember a szuperérzékenységét tartsa kordában, tudod? Jó irányba döntöttél, Lóri, mert már negyedéves voltál, amikor felvettek a Tamási Áron Színházhoz, és... Ezt 95-öt írunk, 95 igaz? Tavaszát, igen. Akkor kezdtük az árnyékot próbálni. Igen. Ha arra gondolsz, Jevgen is vagy árnyék, de viszont bocsánat. Arra is gondolok, hogy te 96-ban elmentél katonának, amikor már te megúszhattad volna. Elén? Ez kellett neked? Miért akartál te katonának? 95 októbertől Ildikó, az már egy játék volt, ezek ilyen fél éves katonaságok voltak. Szóval ez olyan katonaság volt, hogy mire meguntad, véget is ért, tudod? 95 októbertől 96 márciusig. Édesanyám, drága anyám, ő tudja, hogy nagyon érzékeny vagyok, ő kérdez, hogy Lórika, ne intézzünk valamit. Mondom, hát mondom, te anya, hogy más kibírta, úgy én is kibírom. És ki is bírtam, és nem volt semmi baj. Úgyhogy nem... Akkor még köteleződ, egészen 2007-ig, amikor beléptünk, mikor Románia is belépett az Európai Unióba, addig tartott a sorkatonaság, akkor felszámolták a sorkatonaságot. De a Szent Györgyi Színháznál 14 évet töltöttél. Te hogy emlékszel vissza erre az időszakra? A legszebb, életem legszebb évei voltak. És mikor eljöttem, akkor kitéptem egy darabot a lelkemből. Emlékszem, hogy Bocsárdival sírtunk egymás vállán, Bocsárdi átrohant Deszkához, mert Deszka akkor gazdasági igazgató volt, Pál Attila, és kikelve magámra, azt mondja, Lóri elmegy. Persze, azóta eltelt már 14-15 év, az élet változott, Kolozsváron az én életem is, az ő életük volt, is megváltozott. De volt, hogy megbántad? Utána? Nem. Nem, mert minden döntésemet nagyon alaposan átjárom. Tudod, ezek olyan fontos döntések, hogy ezeket nem lehet csak így egy nap alatt meghozni. Én úgy gondolom, mindig úgy gondolom, hogy a nagyon fontos döntéseket nagyon sok irányból, logikusan, empátia szempontjából, van nekem egy olyan játékom, hogy gondold át, hogy mi lenne, ha nem tennéd meg ezt a lépést, és gondolj bele, a fantáziáddal utaz rá, hogy mi lesz, ha megtetted ezt a lépést, tudod? És akkor én ezeket mindig nagyon alaposan átgondolom. Akartam a váltást. Úgy akkor kb. 36 éves voltam, és azt mondtam, hogy ha most nem próbálok meg valamit még, akkor úgy gondolom, hogy beszűkül nagyon. Már éreztem, hogy beszűkültek dolgok. Úgy szerepek, mint az én nyavajgásom, a minden évad végén való nyavajgásom, hogy ez nem tetszik, az nem tetszik, és azt mondtam magam, és mindenkinek azt mondja, hogy diákjaim, is azt mondja, ne nyavajogjatok, menjetek, csináljátok azt, amit akartok, és ott legyetek, ahol jól érzitek magatokat, és az az igazság, hogy én Vátalórán egy nagyon, nagyon kíváncsi ember. Emiatt nekem volt nagyon sok boldogságom, de nagyon sok bosszúm is. Szóval én nagyon kíváncsi ember vagyok, és borzasztó, és az az igazság, Ildikó, hogy borzasztóan izgatott a Kolozsvári Színház. Uh-huh. Már akkor tudtuk, hogy az ország első színháza, hogy nagyszerű projektek születnek, folyamatosan unitergálákon ott vannak, folyamatosan a legjobbak közt vannak, és nagyon-nagyon izgatott, hogy betörjek erre a terepre.
Na mindjárt erről is fogunk beszélni, de egy szentgyörgyi kolléganőd, volt kolléganőd mesélt egy kicsit a szentgyörgyi életről. Kitalálod ki ő? Sejtem. Sokat játszottatok együtt. Igen? De Szent Gyurgyon van most is? Igen. Úgy hívott, hogy életem. Albu Anna Mari, igen. De rágondoltam egyébként. Albu Anna Mari. Nagyon-nagyon kíváncsi volt, és nagyon-nagyon ilyen tele energiával. És én szeretem az embereket, akikben van energia, és folyamatosan kíváncsiak. Még hogyha nem is olyan, hogy mondjam, lehet, hogy sokkal nehezebb egy higgadtabb, vagy könnyebb egy higgadtabb emberrel együtt létezni vagy élni, de mégis akiben van egy kicsi plusz energia, azok mindig izgalmasabb emberek, meg úgy lehet, hogy motiválják is a másik embert, nem tudom. Igen. Nagyon sok előadásban játszottunk együtt, így, tehát hogy sok előadás. Konkrétan partnerek, hát voltunk, hát az, amit a Kakuk Marciban, ott volt az a történet, hogy volt egy ilyen, hogy meg kellett csókolni, és egyidejűleg hátra döntsön egy ágyra, és ez így egyszerre ment a kettő, és hogy nem így összekoccant a fogunk, és fogasarka lett. Én még nem is láttam, hogy neki lett a fogasarka, csak éreztem, hogy valami van a szájon, nem tudtam, mi az. És akkor megtaláltam a fogának a sarkát. Sok így valószínű közösen jobban fel tudnánk idézni dolgokat. Nagyon sok minden ugye itt szomszédos lakásban lakunk, itt a színész lakásban, tehát így egymással szemben. És hát egészen addig, amíg én innen ugye elmentem 2001-ig, tehát ő gyakorlatilag, nem is tudom, 95-ben volt az Árnyék. Most nem tudom, hogy ő azonnal ide, lehet, hogy nem költözött ide azonnal, de 2001-ig, amíg én innen elköltöztem, úgymond ilyen szomszédok voltunk. Hát folyamatosan kommunikáltunk, vannak fotóink itt fenn az erkélyen, hogy fotózkodunk, meg néztük, mit tudom, volt egy rozoga, ezer éves fehér-fekete télén néztük a filmeket. Ilyen emlékek jönnek elő, hogy a nagy zabálást fehér-feketében, és mondtuk, hogy milyen jó, hogy ez nem volt színes ez a film. Igen, volt, hogy surlottunk, olyan is volt, de soha nem ment annak a rovására, tehát a színpadon mindig, mintha semmi nem lenne köztük. Voltak surlódások, volt, hogy nem beszéltünk egymással, olyan is volt, ugye emlékszem. De a színpadra bementünk, és ott minden ment úgy, ahogy kellett menni. Tehát, hogy nem volt az, hogy most akkor bevisszük magunkkal a civil sérelmeinket. De, na, hát egy folyamatosan, ő is egy folyamatosan, ez, amit mondtam neked, ez a kíváncsiság, egy megújuló ember, tehát egy nyugtalan ember, aki úgy gondolom, hogy muszáj nyugtalannak lenni ebben a szakmában, mert az egy jó dolog. Megmaradt egy nagyon-nagyon mély barátság vele, tehát annyira, hogy nem is tudom, hogy nagyon-nagyon mély barátság van köztünk, és nagyon megváltozott az évek során, és annyira, hogy tehát, hogy így bármikor számíthatunk egymásra, úgyhogy én úgy érzem, hogy vagyok vele, hogy volt nekem történetem, hogy Kolozsváron voltam a kórházban, és minden nap jött hozzám, minden nap. És hozta a könyveket, hogy itt olvassak, hozta a fánkokat, beszélgettünk órákat, kórházban ráültünk a padon, és beszélgettünk. De most is nagyon sokat, tehát sokszor esténként nekiállunk beszélni, és a hálózat lekapcsol. Telefonon beszél, annyit beszélünk telefonon, hogy a hálózat lekapcsol. Nem tudom, mit mondhatnék. Nagyon szeretem Lórit, tehát ő egy olyan
nekem úgy érzem, hogy egy olyan ember, aki úgy nem is tudom, nem jó, hogy van így nekem barátnak, meg így az életemben. Tehát egy, végül is nem a családomhoz tartozik, de egy olyan kívülálló ember, aki nekem nagyon fontos. Köszönöm, nagyon szép, ez is nagyon szép meglepetés volt. Valóban nagyon közel állunk egymáshoz, és valóban, csak visszatérve egy picit arra a 14 évre, hogy nagyon-nagyon intenzív volt. Épp nemrég Hubó Párfi Tibivel láttam egy interjút, és rákérdeztek, hogy és milyen volt Vátalórival, mert tudod, annak idején bennünket a Tamási Áron, úgy mondták róla, Kuplul de Aur, tehát a Tamási Áron aranypárosa, így emlegettek bennünket, nagyon sok párost eljátszottunk Hubóval, és akkor kérdezték Hubót, hogy milyen volt Vátalórival annak idején, és Hubó azt mondja, hát nem volt csendes, de nagyon szép volt. Tudod, és... Igen, mert mindenki nagyon intenzív volt, én is nagyon intenzív voltam, tehát egyszer Nemes Levente volt igazgatóm, áldom és csókolom innen, és elmondta, hogy azt hiszem, hogy senki annyi mindent meg nem bocsájtott másnak, mint neked. Tehát egy picit ilyen elkényeztetett, hogy is hívják, ja voltam én a másokkal, mert nem csak én egyedül, a Tamási Áron Színháznak. Szóval, hogy nagyon intenzív, nagyon szép, és az a fajta színház és színházcsinálás volt, ami nagyon mélyről jött. Bocsánat, ezt nem akartam, ami nagyon-nagyon mélyről jött. Az a fajta színházcsinálás volt, és ez indulatokkal járt. Tudod, ez az igazságérzetedet mindig megbolygatta, és mert hogy 100%-ig akartunk mindent csinálni. Remek év. Te amúgy is tele vagy energiával. Van úgy, hogy túlpöröksz? Nem. Én azt hiszem, annyit pörgök, amennyit kell. Tudod, mert Kolozsváron, ha jól le van szervezve a napom, akkor én reggel elindulok, és estig vagyok. Tudod? Este érek haza. Szóval... Például egy előadás előtt, vagy próba folyamat alatt, mert te biztos, hogy mindent beleraksz egy próba folyamatba. Bele, csak most már okosabban. Megtanultam azt, hogy belépni és kilépni. Ezt az ember nem tudja fiatalon nagyon jól kezelni, ezt a belépést, kilépést, ezeket az állapotokat. Ezért van az, hogy indulatos, hogy túl intenzív. Szóval, hogy a dolgok azért függnek egymástól. De egy idő után az ember megtanulja kezelni magát, és sokkal nyugodtabban. Tehát most már például délelőtt próbálok a színházban, fél óra alatt átmegyek az egyetemre tanítani, és bár készültem természetesen, de még gyorsan összerakom az órát, és átállok az a szűk fél óra alatt, amíg átérek a főiskolára. Mit tudom én, visszajövök 5 órakor, fél 6-kor, lehet, hogy hazaugrom még egy 10 percre, iszom egy kávét, és bemegyek 6-ra a színházba, mert 7-től előadásom van, és az alatt megint átáll az agyam. Ezeket most már én... Merem azt mondani, hogy profi módon tudom csinálni. Mit tesz a rutin? Tessék, mit tesz a rutin? Igen, igen. Jókat játszol Kolozsváron is, és tanítasz, rádió, televízió, filmezés, és a szakma is elismert téged. Jászai Mari díjat kaptál, tavaly előtt Uniter díjat. Azon kívül, hogy ezek a díjak nagyon jól esnek, azon kívül mennyire fontosak a számodra? A szakmától a visszajelzés, mert a közönségtől biztos, hogy nagyon fontos. Nézd, fontosak a díjak, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Az Uniter díj, a Jászai Mari díj, az ugye az a magyar állami szakmai kitüntetés, amire mindenki vágyik Magyarországon. Az Uniter díj azt a román színházi élet Oscar gálájának is nevezik. Szóval azért minden színész arra gyúr, vagy azt kívánja, hogy életében egyszer megkapjon, uram, bocsá, legjobb férfi főszerepét elügyet. Tehát én hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esik jól. De ugyanakkor vannak dolgok, amelyek többet érnek. Nagyon röviden mondom, Lopahint játszottunk, Cseresznyés kertet, előadás után jövök kifelé a kapun, 3 kolozsvári színművészet és román tagozatos lány megállít, hogy ők még tegnap előtt itt akarták hagyni az egyetemet, annyira el voltak keseredve, de ma megnézték ezt az előadást, megnéztek engem, és ők rögtön másképp gondolják ezt az egészet.
Ezért kaptál, igen. És megkérdezik, hogy megölelhetnek. Hát mondom, hogy ne, édeseim. És akkor ölelem őket hosszú másodperceken keresztül. Szóval ezek többet jelentenek számomra. Ezért kaptál Uniter díjat. És ezt az előadást Gyuri Kordonszky rendezte, aki egy orosz származású Amerikában élő rendező. Bizony, a híres Dogyin iskolában volt színész régen, azután önállósult rendező, Bukarestben rendezett sokat, nagy hírű rendező, és ugye az államokban tanít. Így van. Most ő következik. Laurent, Lori. Lori, as we call him. It's been an enormous pleasure to work with him on The Cherry Orchard, on the role of Lopakhin, one of probably the most difficult, complex characters in the world literature. And Lori was absolutely incredible. You probably saw a game of American football or rugby, when you see one player getting the ball and running across the field with all his might until 20 enemy players bunch on him, block him, jump on him, drop him on the ground, make a mountain of bodies on top of him. The referee whistle stops the game, everybody gets out, and then that same player gets from the ground still holding that ball. And that's amazing. And that's how Lori works with ideas. He takes an idea, just offer him an idea, and watch him run across the field. He is unstoppable. And that was absolutely beautiful, unique experience during our work on The Cherry Orchard. I remember I proposed to Lori when Lopakhin comes from the auction at the end of Act Three. It's a very dramatic scene when he comes back from the auction and announces to the family of his friends that he actually bought their house and they're homeless now at this point. And the Chekhov writes an explosive monologue where he is half drunk, running around, touching everything, dancing, crying, laughing, and screaming, "The cherry orchard is mine, 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 it belongs to me now." And the idea I offered to Lori was like, why don't you just use the entire theater as your cherry orchard? So you're on stage, then you can leave the stage, you can go to the lobby, you can go to the backstage, you can go to the offices upstairs, and you just shout everywhere, "This is mine, everything here is mine, belongs to me." And Lori, you could see his eyes just completely light up, and he started running. So at some point he just left the stage and started running backstage. I bet there was not a single person backstage or in the theater offices or in the lobby that Lori wouldn't come to to tell them that the cherry orchard is his. So there we are inside the theater on stage, all his stage partners, other characters, me in the audience waiting for him. And all we hear is just like Lori's incredible shout somewhere in the theater. We can hear him from the bathrooms. We can hear from the second floor, from the upstairs lobby, from the bar. We can hear him from downstairs, from backstage, from the trap room under the stage. He would not stop. He would run for 5 minutes. And that was very strange and incredibly, incredibly powerful, because the moment I saw this, even at the rehearsal, the first time Lori tried it, I knew I've never seen Lopakhin played like this before. That was unique. His commitment to an idea, if he likes the idea, if the idea helps him
to shape the character, he will not stop. He will not give up. He will trust you. He will go with you. He will go with the idea, and he will just take it to the most extreme level that is possible. And that's a director's dream. That's a dream for any director, because most often we have to encourage actors to go bigger, to try something bigger, to raise the stakes, to make it more, even more important. With Lori, I only had to edit what he created. I only had to say, you know what? That's all great. We have like 10 great things. Now, let's just keep 5 of them, because that's enough. I remember the culmination of this moment was after he was like running around in the theater, where we would completely lose his, where he is, what he's doing. We just hear that incredible drunk Lapahin scream, "This is mine, everything is mine," touching everything. And then he would run back on stage, fall on the floor. And that was one of the most insanely surprising and beautiful moments I've ever seen in the rehearsal. He dropped on the floor and he started licking the floor. Licking the floor with his tongue, because it, hugging the floor, touching this estate, touching this building, touching everything, was just not enough for him. He wanted to taste it, to taste what it means to be the new owner of this beautiful cherry orchard. It's really no surprise that he received the Unitor Award for that, because I cannot possibly imagine not receiving the Best Actor Award for the work he did on the Cherry Orchard. That was a very beautiful, deeply moving personal connection that I experienced working with Lori. Lori, I love you, and just keep going with that ball. Nobody can stop you. Love you. Take care. See ya. Bye. Ennek az előadásnak a kapcsán hallottam én először tőled, hogy szeretni kell egymást. Igen. Régen megfogalmazódott ez benned? Mindig. Hogy... Én mindig tudtam ezt, hogy... Jó, elérzékenyültem. De Gyuri egy nagyszerű pasas volt, és nagyszerű felkészültségű ember, és rengeteg szeretetet adott magából. De úgy igazán, mondjuk úgy, hogy tézisszerűen, nem olyan régen fogalmaztam ki azt a mondatot, hogy színházat csak szeretetben érdemes csinálni. Mert láttam én is ezt is, azt is. Dolgoztam én már olyan, meg amolyan, meg mindenféle hangulatban. És az ember bírom, most is nincs azzal baj, de minek? Megérje. Ildikó, leéltem az életemnek a több mint felét jó esetben is. Miért ne éljem le a hátralévő részét szeretetben és egymásra való odafigyelésben, empátiával? Biztos tudsz te is róla, nyakamra zúdítottak egy olyan csúnya háborút, amit én életemben nem akartam volna, amikor 2017-ben belekevertek azt hiszem, hogy a 90 utáni erdélyi magyar közélet egyik legdurvább sajtóbotrányába. Megviselt. Háborúznom kellett. Én, hogyha valaki elmondhatja magáról, barátaim elmondhatják, én a világ legpacifistább embere vagyok, intenzív vagyok, most is, de az egy más dolog. De hogy én soha nem, én mindig szeretetben éltem, és akartam élni. És ezt így, igazából a per folyamán, és a per után fogalmaztam ki magamnak, hogy nem akarok többé, nem akarom a kellemetlen embereknek a társaságát többé. Nem keresem többé a negatív, a nem szeretetteljes, a gyűlölködő embereket.
Én olyan emberekkel akarom körülvenni magam, és olyan embereknek a közelébe akarok kerülni az életem hátralévő részében, akik tudnak szeretni, és tudnak figyelni egymásra. Ha beszélgetünk, egy beszélgetés is miről szól, nem akarok ebben nagyon belemenni, az arról szól, hogy én meghallgatlak téged, majd te meghallgatsz engem, gondolatokat cserélünk, erről szól a beszélgetés. Nekem ezek kellenek, tudod? Amikor épp nincs színház, és nincs tanítás, és nincs felvétel, akkor mit csinálsz? Ha nyár van, akkor lehetőleg valamelyik tengerpartján vagyok, mert nagyon szeretem a tengert, és így el is terveztem, hogyha majd elmegyek nyugdíjba, én nem nagyon tudok lelépni ebből az életből. Az az igazság, hogy amióta elvégeztem az egyetemet, azóta egyfolytában mindig csak dolgozom. Nem volt alkalmam, hogy például nekem az én francia tudásom nagyon jó volt, csak ugye elkopik, passzívá válik, és akkor mindig vágytam arra, hogy egy évre elmehessek Franciaországba, tudod, hogy kicsit rázzam gatyába a francia tudásomat. Arra se volt időm. Voltak ilyen belső vágyaim, hogy én nyarant a tengerparton rohangáló pincér legyek, aki felszolgál, tudod, és flottul megjegyzi, leírja, hozza, tudod? Tehát a vendég, igen, és sose jött össze ez a dolog. És a másik vágyam az, hogy sokat legyek a tengeren. El vagyok én ezzel a... Feltölt a tenger? Igen. El vagyok én ezzel a téllel is, csak az valószínű úgy lesz, hogy majd, ha nyugdíjas leszek, akkor a teleimet valahol tengerparton fogom tölteni. Vagy Dél-Spanyolországban, vagy Dél-Görögországban, Dél-Olaszországban, mit tudom én, valahol. De vágyom erre a dologra, hogy szabadidőmben ezt, ha nyár van, akkor ezt mindenképpen. A családommal, a szüleimmel szeretek sok időt tölteni, ők már lassan idősek, azért vágynak arra, hogy velük legyek, és amikor csak van két napom, hazaugrom, hogy lássam őket. Nagyon szeretek mozogni, bár mozgékony az éjszakmám. Igen, hát ugye az a hivatás, tehát sokat kell mozogni. De hogy azon kívül szeretek edzeni, van nekem ez a, korábban is futottam is, edzettem, és mindenfélét kitaláltam, vagy step táncoltam. Az utóbbi 4 évben ez a calisthenics típusú edzés van, ez azt jelenti, hogy mindent a saját testőddel csinálsz, húzózkodsz, rúdon, meg mit tudom én, mindenféle hülyeség. Karbantartod magad, testileg, szellemileg. Igen. Lóri, volt egy kellemetlen időszak az életedben. Igen. De most? Jól vagy? Hogy érzed most az itt a világ közepe? Jól, azért, és azért vagyok jól, mert törekszem, hogy jól legyek. Tehát szerintem az embernek azért adott a jóisten értelmet, agyat, gondolkodási készséget, hogy azt is kezelni tudja, hogy jól legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy ha én nem akarom, hogy probléma legyen, akkor nincs is probléma. Probléma akkor van, hogyha csinálunk. Ezt régen nem így gondoltam. Régebb problémák voltak, baj volt, de most meg azt mondom, hogy hát, ha nincs probléma, akkor, ha nem csinálunk problémát, akkor nincs. Akkor törekedjünk arra, hogy legyünk jól, és kívánom magunknak, hogy találkozzunk akkor, amikor te 80 éves leszel, és még akkor is arról mesélj nekem, hogy az én barátom a színház. Így legyen. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, nagyon Ildikó. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövő héten is várom Önöket, méghozzá két nagyszerű zenésszel, akik zenéjükkel a békéért és a szeretetért kampányolnak.